Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Március 14-én az 1848-49-es forradalmi szabadságharc 174. évfordulójának előestéjén. Éppen ezért a mai műsorban azokra a hősökre emlékezünk, akik Szabolcs, Szatmár vagy Bereg vármegyéből vettek részt a forradalomban vagy a szabadságharcban. Az emlékezésben segítségünkre volt dr. Benne János történész, a József András Múzeum korábbi igazgatója, valamint dr. Holmár Zoltán, a Kállai gyűjtemény történésze. Ahhoz, hogy eljussunk 1848-49-ig egy komoly mérföldkövéhez a magyar történelemnek, meg kell vizsgálnunk az azt megelőző rövid időintervallumot, amit reformkorként ismerünk a magyar történelemben. Ugye a reformkor kezdeti időpontját lehet venni 1825-tel, amikor is sor került az első olyan országgyűlésre, ahol Széchenyi és Veselényi és a két nagy kulcsfigura megjelentése nemzeti érdekek ilyet, magyar nemzeti ügyért álltak síkra. Illetve irodalmi szempontból lehet tekinteni 1823-at, amikor Kölcsei Ferenc csekén letisztázza a himnuszt, a legfontosabb és a magyar nemzet számára a legértékesebb magyar nemzeti ódánkat, a hivatalos himnuszunkat. Több országgyűlésre is sor kerül. Itt a különböző kerületek követeket küldenek el. A megyénből például Kölcsei Ferenc is képviseli a saját kerületét, ugye a szatmári régióból. Mindannyian ugyanazért szállnak síkra, minél nagyobb nemzeti önrendelkezés, a nemzeti jogainknak a kidomborítása, hiszen a 19. század, és így szervesen benne a reformkor is, a nacionalizmus időszaka volt. Az a fogalom, hogy nacionalizmus és modernizáció az vele együtt jár a 19. századdal, hiszen nem csak a magyarok, de más európai népek is elkezdenek egy kicsit a saját múltjuk után, a saját identitásuk után kutatni, így a magyarok is. Próbálják a gyökereiket megkeresni, a származásukat, és éppen ezért ez szimbólumokban is megtestesül. Igazából majd a szabadság azt lesz az, amikor általánossá válnak a hazánknak a színei, a piros, a fehér és a zöld, ugye az erő, a remény és a hűség szimbólumaként, és nem egy honvéd alakulat a farkasfogas zászlóval ellentétben, amit ugye ma is a honvédség használ, nem a farkasfogas zászlót, hanem a trikolort, a piros, fehér, zöld fogja használni. Így van ez a szabolcsi 48. honvéd zászlójal is, amelynek a honvéd zászlója ez a trikolor volt, ezt ugye a József András Múzeumban őrizzük. Nagyon is reformpárti nemessége volt Szabolcs vármegyének, hiszen ugye itt volt mellettünk Szatmár, a híres Szatmár 12 ponttal. Igaz, hogy Szatmár volt egy kis törés, amikor ugye Kölcsei után kormánypárti képviselők vagy követek lettek, de Szabolcsban végig a reform melletti követelések síkján szállt síkra a két követ. És hát végig, ahogy én olvastam a 1848-as tavaszi követjelentést, ott is azt olvasom, hogy végig az alsó táblán Szabolcs vármegye a reform mellett állt ki, és a felső táblán is azok a, hogy mondjam, csak arisztokrata követek is inkább a reform mellé, tehát a Batthyány vezette felsőtáblai ellenzék mellett tették le a voksokat. Úgyhogy tulajdonképpen igazán nem is érte nagyon váratlanul a pesti forradalom híre a szabolcsi köznemességet, mert nagyjából ugye azokat a dolgokat vitték az utcára Pesten, amiket a pozsonyi országgyűlésen a reform ellenzék követelt. Sok átfedés volt a 12 pont és a reform ellenzék követelései között, tehát tulajdonképpen azért mondjuk, hogy Szabolcsban ez igazán nem okozott nagy törést, vagy gondot, hogy a megye a reformok mellett állt ki, ugyanígy Szatmár és ugyanígy Beregben is, tehát a felső-tiszai megyéknek mindig is jó, hogy is mondjam csak, a felső-tiszavidéki megyék jó hátszeret adtak a reformtörekvéseknek a országgyűlés felsőházába és meg az alsóházába is. Ugye 1848 egy váltás a történelemben, ekkor kerül sor Európában a forradalmakra,
kezdve Párizzsal ugye február végén, aztán ez végig viharzik egész Nyugat- és Közép-Európán. Ott vannak a forradalmi megmozdulások Észak-Itáliában, ami ugye Habsburg uralom alatt állnak. Ott vannak a német államokban, német városállamokban, illetve Bécsbe is eljut március 13-án, és ennek hatására március 15-én is kezdetét veszi a forradalom Pesten. Jól ismerik ugye a vezéralakjaikat, a március ifjakat, Petőfi Sándort, Irinyi Józsefet, Jókai Mórt, de vannak ott megyebeliek is, Szabolcsvár megyei szülöttek a március ifjak vezéralakjai között, ha csak Vasvári Pált említem, ő Bütkösségben született, ugye ez ma Tiszavasvárinak a részét képezi. Ő egyébként görögkatolikus felekezetű volt és történész, tehát mondhatjuk azt, hogy szakmabeli elődöm, kollégám, így lehet nézni, csak ő időben azért kicsit régebben élt és alkotott. Fiatalember volt, 22 évesen került a március ifjak vezéraklai közé, és sajnos ő nem élte meg a szabadságharc végét, az erdélyi harcokban román felkelők ölik meg, és halt ezzel hősi halált. Van egy március ifjú még a megyéből, nagykálói születésű Korányi Frigyes, aki a Kálói Kórháznak volt az alapítója és első igazgatója. Ő meg Pesten volt 48-ban orvoston hallgató, és ebben a minőségben csatlakozik a márciusi ifjakhoz és az egész tömeg megmozduláshoz 15-én. Hát a szabadságharcban lényegében ő, mint a tanulmányaiból kifolyólag, ő katonaorvosként fog majd szerepelni a szabadságharc alatt, és ugye később a szabadságharc bukása után fog majd ugye az orvosi tevékenységét folytatni, kórházigazgatóként és belgyógyászként persze. És van még egy harmadik március ifjú is, ugyan ő nem a megyéből származott, és nem is itt született, Irányi Dániel, ő mindvégig függetlenségi párti képviselő volt a monarchia évtizedeiben, viszont Nyíregyházán hal meg 1892-ben. A Dózsa-György utcán van az egykori, most már ugye kiürült cukrászda épületnek a falán egy emléktábla, ami arra emlékezhet, hogy Meskó Lászlónak, a későbbi Szabolcsvár megyei főispánnak álltott egykor a háza, és mivel ő is függetlenségi párti politikus volt, jó barátja volt Irányinek, Irányit pedig a végzete ott érte utolát, ott halt meg természetes körülmények között 1892. Van Nyíregyházának egy nagyon tehetséges, szinte aranyszájú szónoka, Benczúr Miklós. Nem sok mindent tudunk róla egyébként, de az biztos, hogy 1848. március 20-án, tehát nagyjából már ugye mert a posta azért másképp mozog, mint ma, de március 20-ára a Nyíregyházára elérkezik a pesti forradalom híre, és Benczúr Miklós az, aki ő a nemesek jegyzője, aki éli rá annak a kis mozgalomnak, hogy jó lenne, hogy legalább, ha már nem vehettünk részt a pesti eseményekben, legalább a pesti forradalom hírére, vagy emlékére, vagy azt megünneplendő, lobogózzuk fel a házakat. És ezt a városi tanács, ezt a beterjesztést elfogadja. Nem is ez a fontos igazán, hanem az, hogy Benczúr Miklós aztán egy küldöttséggel felmegy Pestre, és hogy a testvére Benczúr Zsuzsanna ír a naplójában, április 9-én az ellenzéki körben olyan nagy hatású beszédet tartott, ami becsületére vált volna egy március ifjúnak is. Felállva ünnepelték, a szállása előtt este fáklyazenét tartottak, tehát igazán egy olyan személyisége van Nyíregyházán 1848 tavaszán és 49-ben, aki méltó arra, hogy akár egy sorban emlegessük a március ifjakkal. És itt nem áll meg Benczúr Miklós, mert amikor 1849-ben ugye már szervezik, meg 48-ban is már igazán a nemzetőrséget, ő egy nemzetőr alakulat élén indul a nemzetiségek lakta vidékre, lecsendesíteni ott a mozgalmakat, és ebből a alakulatból, ami főleg szabolcsiakból áll, szervezik meg később a 139. honvédzászlóját, amelynek a parancsnoka Benczúr Miklós őrnagy. Tehát mint politikus is, és mint katona is, és igazán a szabadság ügye mellett áll, és valahol majd a Kazinci hadosszállyal teszi le a fegyvert 1849-ben. A forradalom lényegében győzelmet arat, azzal, hogy 5. Ferdinánd az akkor uralkodó Habsburg császár és magyar király szentesíti az áprilisi törvényeket, győzelmet arat a magyar forradalom, lényegében megszületik a Batthyány kormány, gróf Batthyány Lajos vezetésével, ezek között a legnagyobb államférfiakat megtalálhatjuk Széchenyitől kezdve Deák Ferencen át, Kossuthon és Ötvös
Józseffel bezárólag, illetve Mészáros Lázár, mint hadügyminiszter, tehát egy nagyon komoly kabinet áll össze, felelős, független magyar kormányról van szó, így is szerepeltek minden hivatalos okmányban. Viszont ezeket a forradalmi vívmányokat, ezt az önállóságot meg kellett védeni a magyar hazának, mert 5. Ferdinánd is ugye egy viszonylag hezitáló uralkodó volt, az őt körülvevő tanácsadók is többek között Metternich, ugye az egész kongresszusi Európának volt az egyik fő szereplője és koordinátora, akár Habsburg részről is, szerette volna a magyar forradalmi vívmányokat letörni. Ugye ennek lett az eredménye az, hogy a forradalom átcsap szabadságharcba, és meg kellett védeni a magyar érdekeket. Gróf Batthyány Lajos lesz az, aki 1848. augusztus 13-án elrendeli a haza védelmében az önálló, önkéntes nemzető csapatok felállítását. Ennek eredményeképpen Szabolcsvár megye élen járt, mert alig telt el egy hónap, szeptember 10-én a megye akkori székhelyén, Nagykáló főterén fel is áll 1200 főbe az a nemzetőr zászlóalj, amelynek a parancsnoka Patai István volt, és itt találjuk meg az egyik század parancsnokaként Rakovszky Sámuelt, a gávai születésű hőst, aki egyidős volt Kossuth Lajossal. Ő lesz majd a későbbi legendássá váló 48. honvéd zászlóalynak a parancsnoka, mert hogy ezek a nemzetőrök, akik Nagykálón felsorakoztak, utána részt vesznek majd a sveháti ütközetben, de Letenyénél esnek majd át a tűzkeresztségen, és innentől kezdve lesznek majd nemzetőrökből honvédek, tehát megkapják a 48-as számot is, mint ezret, illetve zászlóalj számot, és majd a decemberi móri csatában, Percelmór seregében is megtalálhatjuk a szabolcsi honvédeket, de ott vannak majd 49-ben a tavaszi hadjáratban, az április 6-i isaszegi csatában az őszurai ruhamok dönti el az ütközet kimenetelét, és magyar győzelmet aratnak el. Ott vannak május 24-én Budabevételénél a szabolcsi honvédek Rakovszkyval az élén, és ott vannak bizony a július 2-i komáromi csatában is a monostori sáncokat a szabolcsi honvédek veszik be Rakovszky vezetésével. Ezt egyébként a szabadságharc nagy festője, Tammúr is megörökíti, ahogy Görgei mutatja az irányt a honvédeknek, és ott van Rakovszky is ezen a festményen. Aztán van egy másik személyiségünk, a tiszanagyfalusi Tolcsvai Bónis Sámuel, aki egyik országgyűlési követ is, már az utolsó rendő országgyűlésen, 1800, de meg korábban is a 44-es országgyűlésen is, országgyűlési követ, akit megválasztanak ugye 48-ba is, országgyűlési, akkor már képviselőnek. Azt mondják, hogy ő intézte el tulajdonképpen, hogy Nyíregyháza önálló választókerületként küldhessen követet vagy képviselőt az 1848. júliusban megnyílt országgyűlésre, és hát tudjuk ugye ezt a nyíregyházi történetből, hogy ez Hadzell Márton polgármester, de utána Bónis Sámuelt Kossuth kormánybiztossá nevezi ki, 1849. januárjában foglalja el kormánybiztosi helyét Nyíregyházán, és megint csak azt, ugye ezt tudjuk a történetből, hogy Szabolcs vármegyét szerencsére elkerülték a harcok, de sokkal többet tudott tenni a hazáért azzal, hogy megteremtette az anyagi hátterét a szabadságharcnak, és ebben nagyon nagy szerepet játszott Bónis Sámuel. Mert hogy ő szervez itt egy tartalék kórházat. Ugye erről keveset beszélünk, mert a szabadságharc idején még a reformkorban sem nincs igazán a helyzet magaslatán a magyar egészségügy. De az, hogy tartalék kórház van, már valami esély van a sebesült honvédek gyógyítására. Katonai raktárat, magazinumot szervez, amiben ugye elsősorban a lovaknak való zab, valamint az embereknek való kenyérgabona szükségletet tárolják, és ugye látják el a szabadságharc katonáit hússal, kenyérrel és minden más élelmiszerrel. Összegyűjti a mesterembereket. Itt nagyon nagy mennyiségben folyik az egyenruhák javítása, varratása, a lábbeli varratása javítása, fegyverek javítása. És még azt is tudjuk, hogy amikor az 1849. január 4-i kassai csatában, hát ugye a szabolcsi nemzetők megfutottak, de nem csodálhatjuk ezt, mert láncsával voltak felszerelve, meg még puskaport nem szagoltak, de ennek a csatának az igazi hősei a Toznicki
Vladislav Tornyiszky alezredes vezette lengyel dzsidás csapat volt, amelyet aztán Nyíregyházára hozták pihentetni, és mert a lovaik nagy részét elvesztették, Bónis Sámuel kapta meg azt a feladatot, hogy a lengyel dzsidás csapat újjászervezését végezze, gyűjtse be a hiányzó nyergeket, gyűjtse be a hiányzó fegyvereket, a hiányzó lovakat. Tehát itt egy komoly hátországbeli működés zajlott le Bónis Sámuel kormánybiztonság alatt, sőt, ugye itt volt még egy katonai újonc telep is, aminek szintén ő felügyelte ennek a munkásságát. Volt a tábornokunk is, Répási Mihály Révén, aki kemecsei születésű volt, ő Württemberg huszár volt, és ott volt a Pálkozdi csatában, Móga János vezette seregnek a balszányát, ő irányította, és ott volt a Sveháti csatában is ugyanezen a balszányon, parancsnoki pozícióban. Répási már 48 végén megkapja a vezérőrnagyi rendfokozatát, tehát ezzel tábornok lesz, és sok hadtörténész úgy véli, hogy ha nem hal meg a szabadságharc végén Koloréában, vagy ő lehetett volna a 14. aradi vértanú. Tehát egy nagyon fontos személy volt ő a szabadságharcban, nem volt olyan haditanács, ahol ne jelent volna meg, és Debrecennek is ő volt egyébként a katonai parancsnoka, illetve a Magyarországon felállított huszárezredek tobozásáért is, felállításáért is ő volt a felelős személy. És hát ott van a nyíregyházi hétvezér, ahogy Tóth Sándor, a híres történészünk a Koszorút a hősök sírmalmára című kötetében is nevezte őket, a Kralovánszky család 7 tagja, az apa és 6 fia, akik szintén kivették a részüket a szabadságharcból. Emléktáblájuk ott van a Luther utcán, a Babic háznak a falán, és 2003 óta, és ott olvasható a 7 családtagnak a neve. Kralovánszky András volt az, aki egyébként huszárőrmesterként, leszerelt huszárőrmesterként Nyíregyházára érkezett, itt nősült meg és született meg a 6 fia, és a szabadságharcban 3 fia honvédként, másik 3 fia pedig nemzetőrként harcolt, mind a 6-an egyébként századosi rendfokozatig jutottak el. Közülük egy nem éri meg a szabadságharc végét, Gusztáv, ő, ha jól tudom, kolerajárvány következtében, illetve meghűlt, és 49. januárjában elhunyt, többiek viszont túlélték a szabadságharcot. Nyíregyházik pontosan tudják, hogy a Babic házon ott van a család emléktáblája, és ez a Kralovánszky András városi főbíró lett, tehát tulajdonképpen a polgármester után a tanácsnak a legfontosabb embere. Benne volt minden olyan intézetben, amelyik a szabadságharc ügyét szolgáltatott, benne volt az újoncozási küldöttségben, benne volt a dadai járás egészségügyi, a újoncokat egészségileg megvizsgáló küldöttségben, benne volt a megyei bizottmányban. És amikor úgy hozta a sors, és tulajdonképpen ez a nagy dolog a szabadságharc történetében, ha úgy hozta a sors, akkor attól sem riadt vissza, mint kiszolgált katona, hogy újra fegyvert fogjon, már akkor 60 éves volt. Tehát nem igazán mondjuk az elejé teljében lévő katona, de még felmegy a nemzetőreivel, a Nyíregyház nemzetőrökkel Máramarosba, csendesíti ott az ottani nemzetiségi lázongásokat, megtartja a Máramarosból Erdélybe vezető utakat, a szorosokat, és mint őrnagy, tehát hivatásos őrnagyként fejezi be a szabadságharcot. Két dolgot még el kell hozzá mondani, hogy olyan tekintélye volt, amikor 1853-ban meghalt, akkor az itt állomásozó császári királyi dzsidás ezred, vagy dragonyos ezred, katonái kikísérték a temetőbe, és a sírjánál díszsortot lőttek egy volt ellenségnek. Azért nagy dolog. A másik szerintem még nagyobb dolog, hogy 6 fia volt, és mind a 6 fiát elvitte magával. Tehát mind a 6 fia katonaként szolgált a szabadságharcot, 3 fia nemzetőrként, 3 fia pedig honvéd zászlóbeli tisztként. Tehát ez is egy fantasztikus dolog. Ott vannak a krasznai testvérek. Krasznai Gábor, aki Nyíregyháza polgármestere volt a szabadságharc bukása után, ugye Jócskán az követő időszakban. Ő századosi rendfokozatig jutott, és a komáromi városéggel teszi le a fegyvert. Öccse Krasznai Péter, akinek egyébként a József András Múzeum őrzi a honvéd emléklapját, ő meg a Nyírbogdányi járás főszolgabírája lett a későbbiekben, tehát a monarchia évtizedeiben, és ő meg a hadnagyi rendfokozatot kapott. Tehát ő fiatalabb is volt, mint a bátyja, 1830-as születésű volt. A Hadzea testvérekről még nem is beszéltem, ugye a Hadzea
Márton volt Nyíregyháza polgármestere a szabadságharc alatt, Krajnák János utódjaként, és ő volt az első népképviselő országgyűlésnek a küldötte is a városból. Az ő testvére volt Hadze Antal, aki meg ugye a szabadságot bukása után volt szintén Nyíregyháza polgármestere 1850-54-ig. Szabolcs vármegye két tábornokkal és sok-sok ezredessel dicsekedhet, hogy a két tábornok az egyik a Répási Mihály, aki kemecsei születésű, aki a császári királyi 6. Württemberg huszárezerbe szolgált. Ez a huszárezer egyébként azért fontos számunkra, mert ennek a legénységét a Felső-Tiszavidék adta, tehát Szabolcs vármegye, Szatmár vármegye, a Hajdúkerület, Bihar vármegye, tehát ez színmagyar alakulat volt. Ők 1848-ban Galíciában állomásoztak Brezánban, amit Rákóczi nevéről ismerünk, és Marianpolban, és onnan szöknek haza, hát, hogy ezt mindenki ismeri, minden kedves néző tudja, hogy ki volt a Lenkei század, Lenkei János, ennek egy százada szökik haza elsőként Kossuth hívó szavára Marianpolból, a 80 huszárt ilyenkor érdemes megnézni, érdemes levetíteni, és ugye Répásit küldik utánuk, hogy hozza vissza. Nem tudja visszavinni azt a századot, ezek hazajönnek. Persze ugye azért, aki volt katona, ez pontosan tudja, hogy ez parancsmegtakadás volt, tehát ez dezertálás. És Batthyány sem tudott, vagy nem mert kitérni a felelősségvonás alól, mert akkor a császár jogosan kérdez meg, hogy ti katonaszökevényekkel harcoltok együtt. Megkapják ugyan a felmentést, tehát nem ítélik el őket, de az ország legveszélyesebb pontjára akkor délvidékre rendelik ezt a századot, hogy hát akkor most már tessék bizonyítani, bizonyítottak is. Aztán ősszel hazajön az egész ezred, ezredparancsnok nem vállalja, mert ő császárhű, és Répási hozza haza az ezredet. És ezt az ezredet, már ennek a töredékét, mert már eleve egy század hiányzik is a nyolcból, ezt az ezredet egyből bevetik Pákoznál. És az, hogy megjelenik a csatatéren egy majdnem teljes huszárezred, ez vissza is riasztja Jelasicsot. Tehát tulajdonképpen igazán úgy harcból, hogy kard ki kard nem keverednek, de a megjelenésük, a felvonulásuk azért az mindig is tessenek belegondolni, hogy azért mikor 6-700 huszár való megjelenik. Huszár találkozók, amikor 40 huszár van, az is nagyon szép, de hát 700. És aztán Répási megy felfelé a rangvétán, egy időben ő lesz a lópótlásnak a felügyelője, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ő látja el a fiatal honvédsereget lóval, tehát nagyon kulcs szerepben van, és ő volt egy időben miniszter is, honvédelmi miniszter is, amikor Görgény nem tudta elfoglalni a helyét tábornok. És hogyha nem hal meg kolerában Szegeden 1849. július 31-én, akkor az, hogy nem 13, hanem 14 vértanulról beszélünk. Azt mondja, hogy ott van a másik, Csuha Antal, aki szintén tábornoki rangig megy föl, ő Pétervárad erődjének a parancsnoka. Na most ott egy érdekes dolog volt, ami nem volna semmit az ő nagyságából. A tisztikar követelésére át akart adni az erődöt a császárjaknak, és éppen Bónis Sámuel akadályozza meg, hogy meghazelmáltam, hogy nem lehet átadni az erődöt a császárjaknak. Aztán Csuha Antalt végül is elítélik, de a szabadságot után fel is mentik. Aztán itt vannak az ezredeseink. Ha csak egyet kell kiemelni, akkor megint csak ide hazajövünk, nem messze tőlünk Gávára, Rakoszki Samu ezredest, aki reaktiváltatta magát 1848-ba. Huszár volt egyébként, de aztán itt már gyalogos katonaként vonul be. Az önkéntes zászlóhajnak, a Szabolcsi 48. önkéntes zászlóhajnak a századosa, a századparancsnoka, aki végül a zászlóhaj parancsnoka lesz 1849. februártól. Ott van a budai ostromon, ott van Zsigárdnál, Perednél, ott vannak Komáromban, és Komáromban teszik le a fegyvert, és ugye tudjuk a komáromi történetből, hogy a komáromi védsereg az
menlevelet kapott. Tehát haza lehet jönni, hát, hogy ismert történet az, hogy Jóka is így ússza meg a dolgot, hogy Laborfalvi Róza asszony bemegy és készed egy ilyen menlevelet, és akkor Jóka, mint komáromi védő, nem ítélhető el. De Rakoszkék hazajönnek, és itt megint egy nagyon csodálatos történet, ami hozzánk is kötődik, a múzeumhoz is kötődik, hogy 1848. szeptember 10-én ez a zászló, amely Kállóba sorakozott fel a nyírmondai Pata István őrnagy parancsnokság alatt, kapott egy zászlót. Hát mert alakuló zászló nélkül nem sokat ér, és ezt a zászlót gróf Degenfeld Imréné, Beck Paulina, ugye Degenfeld Imre volt a vármegye főispánja, majd kormánybiztosa, adományozta számukra. És úgy adta át, hogy ezt megkoszorúzva hozzátok vissza. És amikor 1849. október elején Komáromba a fegyvert leteszi a vészsereg, akkor Rakoszkék úgy döntenek, hogy a zászlót nem adják át, hanem levették a zászlóról, helyette húztak fel egy piros fehér zöld lobogót, vagy zászlót, és ezt pedig Rakoszki a testére csavarva hozta haza, és ekkor már ki volt tüntetve, mert Buda után, aztán pedig majd a komáromi kitörés után megkapták a másodosztályi vitézségért, mert rá volt tűzve a zászlóra. Ezt is szépen magára tekerte, hazahozta, és itt ősszel egy este együtt a volt 48-asok beszélgetvén Krasznai Péter, aki hadnagy volt abban a zászlóban, ő Kemecsei, Rakoszka, aki Gáva, hogy vissza kéne vinni, hogy ez Baktára. Na de hát akkor ugye 49-ben egy Kossuth bankóért már súlyos börtönök, hát meg egy zászlóért. És akkor végül is Krasznaik azt a, ezt leírt a naplójában, ezt a cselt találták ki, hogy Krasznai elindult Kemecséről, Ópáiba, mert ott is volt birtoka, és akkor úgy igazított, hogy estére oda jelen pont Baktára. Baktán megszállt, ugye ott van a szálló, az mai napig is megvan még az épület a falu, vagy most már város főterén, vele szemben van a kastély, és este bekapogott a grófnőhöz, ugye a komorna is otthon volt, és akkor szépen átadta a zászlót, és megint csak ugye ez pedig a Beck Paulina nagyságát jelzi, hogy a zászlót nem szolgáltatták be, hanem ott a komódban szépen őrizték 1861-ig, amikor megalakult a Szabolcsi Honvédegylet, átadták a Honvédegyletnek. Ez a zászló mindig kint volt, minden március 15-én a városban, Nyíregyházán mindig ott volt minden honvéd temetésén, az északi temetőben, vagy éppen amelyik temetőben temették Nyíregyházán az elhunytat. Így aztán elég megviselt állapotba került a vármegyei levéltárba, onnan pedig a Nyíregyházi Múzeumban, még József András vette át 1895-ben. Aztán egy ideig volt Budapesten, 1948-tól 84-ig a Nemzeti Múzeumban, 84-ben visszapereltük idézőjelbe a dolgot, és azóta a József András Múzeumnak restauráltattuk, az egyik értékes darabja. Kevés olyan múzeum van az országban, amelyik eredeti 48-as zászlóval dicsekedhet. A kitüntetés sajnos az időközben elkalódott róla. Ennek a háznak az építetője dr. Kállai Rudolf volt, az ő édesapja az a Kállai Ödön, aki Komárom vármegye kormánybiztosa volt a szabadságharc alatt, illetve a népképviseletű országgyűlésen nádurvari kerületet képviselte, Széchenyi Istvánnak személyes ismerőse volt, és olyannyira a Habsburgoknak a begyében volt ő, ha lehet így fogalmazni, hogy halálra is ítélte Hajnaú, de végül megkegyelmeztek neki, felsőbb utasításra így tovább élhetett, de végig kitartott a függetlenségi 48-as elvei mellett, és végig Kossuth híve maradt. A másik Kállai pedig Kállai Emánuel, aki a szabadságharc alatt lovas szágódó csapatot szervezett, 300 fős alakulatot, és ők a Máramaros vármegyébe vonultak, az ottani kővári román felkelőkkel szemben harcoltak, és Kár Urbán császári csapataival szemben álltak, és küzdöttek meg velük a szabadságért. Bencó Gyulát mindenki jól ismeri, a festőfejedelmet. Az ő édesapjának unokatestvére volt az a Bencz úr Miklós, akinek emléktáblája szintén megtalálható a belvárosban. Ő is kivette a részét 48-as honvéd tisztként a szabadságharcban. De említhetném Kródi Gyulának, a nyíri pajkosnak a nagyapját is, aki bár nem nyíregyi születésű volt, nem is a megyéből származott, de Nyíregyházán halt meg.
Ő volt a budapesti honvédmenház utolsó parancsnoka, és ebben az 1867-ben életre hívott Szabolcsi Honvédegyletnek a parancsnoka az 1880-as években. Egyébként a nagyapjára mindig jó szívvel emlékezett az író Krúdy, hiszen őt magát is érdekelte. Nagyon izgatta az a kérés, hogy ki lesz vajon az utolsó élő 48-as honvéd, aki utoljára hagyja el az árnyékvilágot, aki utoljára fog majd a túlvilágra átlépni. Megmondom a választ. Mivel Krúdy 1933-ban meghalt, sohasem tudhatta meg, hogy ki lesz, hiszen az utolsó honvéd is ebből a megyéből származott, 1900 mai értelembe vett megyéből, hiszen nem Szabolcsi, hanem Szatmárvár megyei Nábrádon született, Szabó Ambrusnak hívták, egy közhonvéd volt, diák honvéd, aki 14 éves fejjel diáktársaival 1848-ban megszökött a Sárospataki kollégiumból, és Kocsódon a toborzó iroda előtt megjelent, és túl is esett a kiképzésen, de mire harci körülmények között bevetették volna, addigra sor került a temesvári véres ütközetre, ahol a magyar sereg vereséget szenved, és innentől kezdve már a világosi fegyverletétel csak pár hétre volt. Tényleges harci körülményben nem vett részt, lőporszagot azonban bizonyára érezhetett, úgyhogy ő volt az utolsó 104 évesen, aki harcolt majdnem Kossuth seregében, de ott volt a 48-as honvédek között. Úgyhogy rengeteg legendája, élő legendája van ennek a megyének és városnak, és meg kell még említeni azokat a hétköznapi hősöket, és akik névtelenül vannak ott ezekben a helyi és vármegyei monográfiákban, azokat a tímárokat, akik szüntelenül varták a bakancsokat a honvédek részére, azokat a szabókat, akik az egyenruhákat készítették a honvédjeinknek, vagy Marsalkó Károlyt, a nyíregyházi pékmestert, aki egy évig vállalta önként és dalolva, hogy ellátja élelembe a kenyérre a honvéd alakulatainkat és nemzetőr alakulatainkat. És ott van az északi temetőben napjainkban is az a gyönyörű 48-as sírkert, amely méltó emléket állít a helyi és megyei hőseinknek. Ugye ezt 1990 óta kezdték kialakítani Szénfi Gyula honvéd újratemetésével, majd később 1998-ban a szabadságharc 150. fordulóján további sírokkal bővítették ezt a sírkertet, oda került ugye Szakadi Adolfnak a hamvai, Hadzel Antalnak a volt polgármesternek, hamvai, a Kralovánszkiak hamvai is oda kerültek, Krajnák János is, aki Hadzelnek volt az elődje a polgármesteri székben. És természetesen van egy külön sír, nem a 48-as sírkert része, Vörös Sipkás honvéd volt Várajai József, az ő síremlékés megtalálta az északi temetőben, és ezzel is büszkén mondhatjuk, hogy Nyíregyháza és a megye büszkén ápolja ezeknek a derék katonáknak az emlékét. Mert végeztünk egy összesítést, ugye 1848-49-ben Szabolcsból több mint 5000 férfi szolgált a szabadságharc különböző zászlóiban, és ha úgy számoljuk, hogy a megye népessége 124 ezer volt, akkor ez egy bizony igen magas arány, és nem beszélünk még arról, amivel az elején beszélgettünk, hogy az volt még az a rengeteg gazdasági segítség, tehát én úgy összegezném, hogy Szabolcs vármegye erőn felülvették a részét, és sok-sok híres embert is adott ennek a korszaknak. Tisztelet a megyei hősöknek, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor többek között a budapesti utazási kiállítás megyei standjáról beszélgetünk vendégeinkkel. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!